Szabó Péter 2006-tól 2010-ig már dolgozott képviselőként a várost vezető testületben. 2002 óta részt vesz a szakbizottsági munkában és tevékenykedett felügyelőbizottsági tagként is. Február 16-a óta alpolgármesterként dolgozik a városért. Én mindig az emberek véleményére vagyok kíváncsi, az őket foglalkoztató problémákat szerettem megoldani, és ezt követően is ez a cél vezérel alapvetően engem. 2002 óta én aktív résztvevője vagyok a közéletnek, az önkormányzati munkának, és úgy gondoltam, hogy az itt élő emberek érdekeit is szeretném képviselni, nem csak alpolgármesterként, hanem közvetlenül képviselőként is. A politikus szerint a hetes körzetben sok feladat vár a képviselő testületre. Azt mondta, ez egy nagyon fontos területe a városnak, és nem csak azért, mert közel van az ipari parkhoz, ahol egyre többen dolgoznak. A városfejlesztés szempontjából is az egyik kiemelt fontosságú városrész lehet. Paksnak ugye több központja is van, két nagy központot szoktunk emlegetni, az óvárosi részt, illetve a lakótelepi részt, de én azt gondolom, hogy ez az alsóvárosi rész is megérdemelne egy ilyen elnevezést, egy ilyen rangot, hogy akár egy harmadik központként is működhetne. Itt látható mögöttem ugye a templom, Makovecz Imre által tervezett templom és a környezete. Ez a tér is megérdemelné azt, hogy ha ide látogatnak turisták, vagy már pedig nagyon sokan jönnek megnézni ezt a templomot, hogy itt egy olyan környezet várja őket, ami méltóvá teszi a Paksot arra, hogy ide jöjjenek a turisták. A hetes körzetben május 8-ára kiírt időközi helyhatósági választáson Szabó Péter a Fidesz-KDNP jelöltjeként, Süli János és a polgármester mögött álló frakció támogatásával indul és kéri a választók bizalmát. Olyan ember, akit Pakson elfogadnak. És ami fontos, hogy ez egy több pólusú bizalom. Én úgy látom, hogy a Pécs városa önkormányzata is elfogadja, Pakson élő emberek is elfogadják, a politika is elfogadja, ez kell egy embernek, hogy sikeres legyen. A kampány idején a körzet mind a 28 utcájába ellátogat majd Szabó Péter, aki az itt élők véleményére építve, problémáik ismeretének tükrében velük közösen szeretne dolgozni a körzet jövőjéért.